Nyíregyháza Rally. A futam bekerült a jövő évi Európa-bajnokság előzetes versenynaptárába. Szakképzési hét, Nyíregyházán pályaválasztási programot is rendeztek. Veréb Avató, 12 iskola csapata mérte összetudását. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! Első Nyíregyháza Rally néven rendezték meg az országos bajnokság záró futamát. A versenyt pénteken egy belvárosi gyorsasági szakasz nyitotta, majd két napig a zempléni hegyekben folytatódott a viadal. Hadik András elképesztő csatában nyerte meg a futamot, és pályafutása során először elhódította az abszolút bajnoki címet is. Bejelentették azt is, hogy a Nyíregyháza Rally bekerült a jövő évi Európa-bajnokság előzetes versenynaptárába. Így gurultak be a rally autók a Városháza előtti rajtceremóniára péntek este. A versenyzők egymás után mutatkoztak be, és az esélyeket is latolgatták. Az országos rally bajnokság egyik nagy esélyese, Hadik András ekkor még nagyon óvatosan nyilatkozott. Nyíregyházán péntek este három futamot rendeztek. Először az úgynevezett historik osztály, aztán a rally kettesek mérkőztek meg egymással. Végül az első osztály pilótái köröztek a belvárosban. I'm very pleased and very excited to include the Rally Hungary for the provisional calendar for 2019. Még tartott a verseny, amikor a Városháza Krudi termében világra szóló bejelentést tett a Rally Európa-bajnokság promótere. Jean-Baptiste Le hivatalosan is közölte, hogy a jövő évi nem hivatalos versenynaptárba a Nyíregyháza Rally is felkerült. Hungarian community is more and more involved in the European Rally Championship. A magyar autósport szervezet egyre inkább jelen van a Rally Championshipben. Van olyan magyar versenyző, aki már kétszer lett Európa bajnok, ami jelzi, hogy a magyar rallisok egyre inkább az élvonalhoz tartoznak. A magyar rally versenyzőket már európai szinten is jegyzik, a Magyar Szövetség és magyar kormány pedig támogatja a versenyt. Ezzel indokolta a promóter, hogy jövőre Magyarországon is lesz Európa-bajnoki rally futam. Nyíregyháza alpolgármester eláthatóan nagyon örült a bejelentésnek. A szervezők feltették Nyíregyházát egy olyan technikai sportágnak a térképére, ahol mi még fehér fordként szerepeltünk. Én emlékszem a 90-es években az Zemplén rallyra, a Ferjánc Attiláékra, hogy ott mi zajlott és mekkora tömegeket vonzott. Nekünk erre szükségünk van. Szüksége van a városnak, szüksége van a tévéközvetítésekre, a sok nézőre. A nyíregyházi származású sportért felelős államtitkár szerint ez egy hatalmas lehetőség. Óriási lehetőség, nem csak Nyíregyházának, hanem egész Magyarországnak. Szabó Tünde elmondta, számos infrastrukturális fejlesztést hoz magával az Európa-bajnoki futam, és jó hatással lesz a térség idegen forgalmára is. Óriási gazdasági hatása van egy ilyen rendezvénynek, turisztikai értékei vannak, több ezer látogatót vonz magával, sportszerető társadalmat, hogyha nézzük az egész világban, óriási szerepe van az automotorsportnak, azzal a technikai fejlesztéssel és fejlődéssel, ami mondjuk a sportágakat is érinti, az automotorsportban kifejezetten érzékelhető. Szombaton és vasárnap a zempléni hegység és a tokai borvidék adott otthont a gyorsasági szakaszoknak. A versenyzők mindkét napon 8 pályát teljesítettek, többek között Erdőbénye és Aranyospuszta, Mád és Disznókő, valamint Óhuta és Fony között. Hadik András elképesztő csatában az utolsó méterekig tartó küzdelemben nyerte meg a Nyíregyháza Rallyt, és pályafutása során először elhódította az abszolút bajnoki címet is. A verseny 17 szakasza közül 10-et nyert, és futamgyőzelméhez kétség sem férhetett. Kemény feladat volt, mert Turán Frigyessel szemben 8 pontos hátrányban kezdte a futamot. Vasárnap este a versenyzők újra befutottak a Kossuth térre. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk a két nap alatt, hogy meg tudjuk nyerni ezt a versenyt, illetve a bajnokságot.
Nem mondom azt, hogy nem mozdult meg egyszer se a gyomrom most ezen a mai napon, de tudtuk kezelni a helyzetet, és a végén be tudtuk húzni az utolsó power stage-et, mert az döntött el egyébként, hogy mi vagyunk a bajnokok az utolsó gyorságú. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon küzdelmes, nagyon mozgalmas év volt, és egy szenzációs év volt. Az országos bajnokság zárófutamát, a háromnapos első Nyíregyháza Rallyt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke is értékelte. Egy fantasztikus verseny volt, utolsó másodpercek, utolsó méterekig a bajnoki címért küzdöttek a versenyzők, és egyébként az elmúlt három nap felbojdult egész Nyíregyháza, a község, az egész megye, kim voltak a pályákon, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény volt, amire igazán méltóan büszke lehet Magyarország és a magyar rallisport is, és hát nem véletlen, hogy megszületett a döntés is, és Európa bajnoki futamként fogjuk már a jövő évben a második Nyíregyháza rallit megünnepelni. Ezúton szeretném megköszönni a támogatását a városnak, támogatását a magyar kormánynak, a támogatását itt a sok nézőnek és a város lakóinak is, hogy a pénteki szuper speciálon és a délutáni lezárásokon is teljesen tökéletesen zajlott minden. Én nagyon-nagyon pozitívan értékelem a versenyt, és örülök neki, hogy Nyíregyházán volt vége a magyarországos rali bajnokságnak. A díjátadó ceremónián a rallisport rajongói is megtapsolták a dobogóra érkező versenyzőket. A futamot abszolútban a Hadik András Deák Attila páros egy Ford Fiesta R5-tel nyerte meg. A második helyen Turán Frigyes és Bagaméri László végzett, szintén Ford Fiesta R5-tel. A harmadik helyre pedig a Vince Ferenc, Igor Bacigál páros futott be, Skoda Fábia R5-tel. Az idei utolsó versenyen országos bajnokot is avattak. A Hadik András Deák Attila páros emellett átvehette a Nyíregyháza Rally vándor serlegét is, valamint a szokásos pesgőzés és ünneplés sem maradt el. Az Európai Szakképzési Hetet az Európai Bizottság hirdette meg, mely szeptember 1-től december 31-ig hivatott Európa szerte helyi, regionális és nemzeti rendezvényeken vonzóvá tenni a szakoktatást és a szakképzést. Pénteken a pályaválasztási programot diákpályázatok eredmény hirdetése és díjkiosztó ünnepség, illetve a szakma nagyköveteinek bemutatója követte. Európa szinte valamennyi országában hiányzik a szakképzett munkaerő, ezért szervezik a kontinensen harmadik éve a szakképzési hetet. Itt van lehetőség arra, hogy berend épüljön a szakmák köré, fogalmazott az ünnepségen Szűcsné Szabó Katalin, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főosztályvezetője. Az európai eseményre akkreditált 1400 programból 400 Magyarországról érkezett, ebből 30 nyíregyházi ötlet volt. A 80 szakmát kínáló Nyíregyházi Szakképzési Centrum ünnepségén Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A szakképzés Nyíregyházán úgy működik, a nyíregyháziak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék tudják, hogy összefogással együtt a Gaborával, az egyetemmel, a szakképzési centrummal, a megyéguvárossal és a gazdaság élet szereplőivel. Másképpen az nem képzelhető el, hogyha nem egy irányba és közös erővel, akarattal húzzuk ezt a közös szekerünket és ügyünket. A 7000 diákot számláló centrum pedagógusainak egyaránt kiemelt feladata a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció. A szakmai közösség büszke a nemzetközi szinten is elismert Bánki Robot Tím és Zsigó Róbert tanár úr sikereire, illetve a Hudák Zsolt által vezetett tekert csoportra, akik most éppen a NASA-val tárgyalnak. A Szakképzés Európa hetének ez a fő rendezvény hete, de mi már szeptember óta szerveztünk programokat, közel 50 programot akkreditáltattunk, és hát nagyon fontos esemény volt a digitális közösségi alkotó műhely átadása kedden, ma pedig délelőtt kiállítás és állásbőrze rendezésére került sor a Veselényi Sportcsarnokába, ahol közel 50 vállalat, kis- és középvállalkozás, felsőoktatási intézmény volt jelen. Délután az óvodásoknak, általános és középiskolásoknak a Jövő szakmája címmel meghirdetett pályázat eredményhirdetésével és a díjkiosztó ünnepséggel folytatódott a program. Legóval és drónokkal jutalmazták a legjobbakat. Három éve tesznek ajánlást a szakképző iskolák a szakma nagykövete címre, arra érdemes egykori diákok közül. Soltész Attila például a Bánkiban végzett gépgyártás technológia, számítástechnika szakirányon, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát.
Valóban a informatika terén helyezkedtem el, információmenedzsment szakirányon végeztem, informatikával, információs rendszerekkel foglalkoztam, mindig is közgazdászként, és ez is közel volt a szakmámhoz. És az elmúlt pár évben megkaptam szüleim gépipari cégét, ami most egy 110 fős gépipari cég, és azt látjuk, azt látom, hogy a versenyképesség záloga a hatékony gyártás, a hatékony gyártásnak pedig a digitális transformáció, a digitalizáció, a digitalizálás. A nagykövet olyannyira fontosnak tartja a szakképzést, hogy több mint 10 éve szakmai órák és nyári gyakorlatok helyszíne a cég. Ettől a tanévtől a Nyíregyházi Egyetemmel kötött szerződés szerint duális képzésre adnak lehetőséget gépész hallgatóknak. A szakképzési centrum valamennyi iskolája jelölt egykori diákot a nagykövet címre, kik életútjukkal, karrierjükkel példát és jövőt mutatnak a mai középiskolások számára. Folytatódott a fásítási program városunkban. Dr. Kovács Ferenc polgármester kezdeményezéséhez csatlakozott a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézménye. Az iskolában pályaorientációs napot tartottak szombaton, egyúttal az intézmény udvarán 27 darab, a közeli játszótéren pedig 11 darab facsemetét ültettek el. A szülői munkaközösség az intézmények és a Nyírvévé összefogásának eredményeként szépülhetett meg az iskola udvara és környezete. Az eseményen dr. Urik Attila alpolgármester is részt vett, ő segített a faültetésben. Az országos Prima Primissima díjhoz kötődve Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 2006 óta díjazzák az irodalom, a tudomány, a kultúra, az építészet, a sport területén kiemelkedő tevékenységet végző személyeket. A megyei Prima díj átadására november 9-én pénteken este a Megyeháza dísztermében került sor. Idén is 10 jelölt volt, akik közül Prima díjat kapott dr. Kovács Judit író, a magyar irodalom, Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes építész, a magyar építészet, és Nagy Csaba tárogató művész, a magyar népművészet és közművelődés kategóriában. Külön díjat vehetett át Rózsa Gábor karate Európa bajnok, a magyar sport kategória jelöltje. Nyíregyháza város külön díját kapta dr. Fábián Gergely főiskolai tanár a magyar tudomány kategóriában, míg a megyei önkormányzat külön díjában részesült a magyar sajtó jelöltje kollégánk Dankó László, aki 22 éve dolgozik a nyíregyházi televíziónál. Ad egyfajta lökést, hogy másképp csinálja, jobban csinálja, amit eddig csinált. Persze az ember egy idő után megszokja azt, amit csinál, de ez most megint arra sarkal, hogy ne rutinszerűen működjön mindez, hanem egy új impulzust ad. Bízom benne, hogy ezt majd a nézők meg a hallgatók is élvezhetik, megláthatják. 12 iskola csapata versenyzett péntek délután a városi verébavatón, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Vasárnap délelőtt a Pazonyi úton egy autós elsőbségadás nélkül fordult ki a 4-es számú főútra, és összeütközött a szabályosan érkező személygépkocsival. Személyi sérülés nem történt. Eltört egy ivóvízcső az Incédi soron. A Nyírségvíz ZRT szakemberei megkezdték a hiba elhárítást. A munkák idején forgalomkorlátozásra kell számítani. Ma délután Nyírtura külterületén egy autós előzött, de az előtte haladó is előzésbe kezdett és összeütköztek. A balesetben személyi sérülés nem történt. 12 iskola csapata versenyzett péntek délután a városi verébavatón, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Az első körben a diákok bemutatták produkcióikat, majd a legifjabb középiskolások ügyességi vetélkedőn mérhették össze erejüket. Transzparensekkel és csapatindulóval érkeztek a szurkolók a Váci Mihály Kulturális Központba. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és a nyíregyházi diák polgármesteri iroda közös szervezésében idén már harmadik alkalommal rendezték meg a városi verébavatót. Az eseményen 12 iskola vett részt. A Kölcsey Ferenc gimnáziumból érkeztem, és a produkciónk az inkább az, amit megnyertünk a verébavatón. Tehát az osztályommal inkább arra próbáltunk törekedni, hogy a múltba. Tehát töri szakon vagyunk, és így ilyen produkciót csinálunk, tehát retrót.
Az iskolák a bemutatkozás után ügyességi feladatokon vettek részt, többek között becsomagolt csokit kellett kéz nélkül megenni. Az idei év újdonságaként vándorkupával ajándékozták meg a győztes csapatot, az első három helyezett ajándékokat kapott. A Mosterház és a diápolgármesteri iroda közösen szervezi meg immár harmadik alkalommal a városi verébeavatót. Ugye nagy szerencsénk az, hogy a Mosterház most megújult az idén egy energetikai felújítás révén, így a fiatalokat már tényleg nagyon szép és méltó körülmények között tudjuk fogadni. Az első városi verébeavatót hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. A fő célja, hogy az iskolák diákjai megismerjék egymást és több olyan fórumot teremtsenek a fiataloknak, ahol biztonságosan el tudják tölteni a szabad idejüket. Váci Mihály Kulturális Központnak első pillanattól nagyon fontos a fiatal korosztály, az ifjúság. Sok programmal készülünk évközben is számukra, ezért mikor megkerestek minket, hogy ezt a verébeavatót itt nálunk a Kulturális Központ színpadán szeretnék megrendezni, akkor erre nagy örömmel bólintottunk, illetve a városvezetés is teljes mértékben mellé állt a kezdeményezés mellé. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, az Rényi Ilona Gimnázium és Kollégium, valamint az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai végeztek az élen. Külön díjban részesült a Vasvári Pál Gimnázium csapata. Izgalmas mérkőzésen 3-2-re legyőzte a Békés Csabát a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdások az idei szezonban második alkalommal diadalmaskodtak a címvédő felett. A Békés Csabával találkozott már az idei szezonban a Fátum Nyíregyháza, és idegenben sikerült legyőzni a BRS-ét az első játszma hazai vezetéssel, és mindkét oldalon nyitás, illetve fogadásbeli hibákkal indult. A pirosmezes Fátum nyugodott meg hamarabb, és a szert derekára komoly előnyt épített ki, melyet meg is tartott a végéig, így nyerte a játszmát a Nyíregyháza. A második felvonást még simábban hozták a mieink, így úgy tűnt, akár 3-0 is lehet a vége. A harmadik játékrész viszont nagyon rosszul indult hazai szempontból, és a második játszmalabdát értékesítve szépítettek a vendégek. A negyedik szett elején felváltva vezettek a csapatok, majd a Nyíregyháza állt jobban, de 12-13-nál fordított a BRS-e. Nem ez volt az utolsó fordulat, 18-14-re már a nyírségiek vezettek, ám a Békés Csaba a hajrában pontosabb volt, és a negyedik szettlabdát értékesítve egyenlített. Jöhetett a döntő szett, melynek elején mindkét csapat szorgosan gyűjtögette a pontokat, majd 4-6-nál Hollósi Lászlót kiállították, ami büntető ponttal is járt. Térfélcsere után felzárkózott a Fátum, és egyenlített, majd 15-11-re nyerte a játszmát, 3-2-re pedig a mérkőzést. Sokadjára bizonyítják be, hogy reménytelen helyzetből is föl tudnak állni, tehát 9-5-ről se gondolták volna sokan, hogy fölállunk, úgyhogy meg kell emelnem a kalapomat, mert bebizonyították a lányok, hogy tudnak küzdeni, és ugye mi szezon elején ezt ígértük a szurkolóinknak. Sajnos több játékosunk is közepes teljesítmény nyújtott, úgyhogy attól függetlenül a harmadik szettől nagyon-nagyon szépen sikerült visszajönni a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk, hogy azért 0-2-ről és nagyon-nagyon nagy mélységekből föl tudtunk állni, ez mutatja azért a csapatunknak az erejét, illetve a döntőjátékban is megvoltak a lehetőségeink, mi nem éltünk vele. 9-6 után folyamatosan ott volt a kezünkben az a lehetőség, amivel ha élünk akkor, de nem éltünk, és ezért megérdemelten nyert a Nyíregyháza. A Nyíregyháza vasárnap a Vasas otthonában lép pályára. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Első Nyíregyháza rally néven rendezték meg az országos bajnokság záró futamát. A versenyt pénteken egy belvárosi gyorsasági szakasz nyitotta, majd két napig a Zempléni hegyekben folytatódott a viadal. Hadik András elképesztő csatában nyerte meg a futamot, és pályafutása során először elhódította az abszolút bajnoki címet is. Bejelentették azt is, hogy a Nyíregyháza rally bekerült a jövő évi Európa bajnokság előzetes versenynaptárába. Az Európai Szakképzési Hetet az Európai Bizottság hirdette meg, mely szeptember 1-től december 31-ig hivatott Európa szerte helyi, regionális és nemzeti rendezvényeken vonzóvá tenni a szakoktatást és a szakképzést. Pénteken a pályaválasztási programot diákpályázatok eredmény hirdetése és díjkiosztó ünnepség, illetve a szakma nagyköveteinek bemutatója követte.
12 iskola csapata versenyzett péntek délután a Városi Verébavaton, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Az első körben a diákok bemutatták produkcióikat, majd a legifjabb középiskolások ügyességi vetélkedőn mérhették össze erejüket. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!